Üdvözlök mindenkit, Márkó Kocka vagyok, és köszöntök mindenkit a mai videóban, ami ma nem egy bemutató lesz, hanem egy aféle bejelentő videó. Hát igen, kellett már egy kis stílusváltás, tudjátok, nem akarok monotonná válni a sok autós játék bemutató miatt. Mert lehet, hogy egy abszolút autó megszállott vagyok, de ugyanakkor tudok más dolgokról is beszélni, amennyire csak lehetséges. Kezdeném is az első témát. Talán akad, aki emlékszik még a 2019 és 2020-as szilveszteri összeállítás videómra. Akkor ugye annó megemlítettem, hogy milyen tartalmak várhatóak a csatornámon, köztük ez is. Ecseteltem korábban, hogy lesz egy ötrészes DOS-os játékaim sorozat, ami igazából már 6 lett, de még azóta sem tettem ki. A felvételeket az első 5 játékról már megcsináltam, de még nem vágtam össze, plusz még a hangomat sem tudtam időben felvenni, némi technikai probléma miatt. Ugyanis, miután sikerült letennem az érettségit 2020 tavasz végén, nem sokkal később, júniusban álltam neki bemutatni a Demolition Racert. És a következő dolgok történtek, miközben a videóvágással akartam volna foglalkozni. Az integrált videókártyám csütörtököt mondott, és egyszerűen eltűnt a kép a képernyőről. Minden mást hallottam, mint például, hogy elindult a gépem, de kurzor meg egyebet nem láttam. Ezt a helyzetet most nem szeretném jobban részletezni, de az lett a vége, hogy amikor egy ócska pár gigás videókártyát kellett alkalmaznom, hogy lássak azért valamit, addig nagyban kutattam erősebb videókártyák után, még fizethető árkategóriában. Így akadtam rá erre a GeForce GTX 1050 Ti nevezetű videókártyára, amit a mai napig használok, és azóta kicsit gyakrabban takarítom a gépemet, és letöröltem minden fölösleget. A kártya pedig döbbenetesen nagy változást hozott, sokkal jobban futnak a játékok, mindenütt maxra feltolt grafikán 60 FPS mutatott a játékokban a felmutatott framerate, és még pluszba kaptam hozzá egy regisztrációt is, hogy az Nvidia Experience-el tudjak játékokat rögzíteni. A videóvágó se fagyott ki többször ezután, a Vegas, mert hát azzal is ment el sok idő, hogy konvertálás után az egész lefagyott, aztán kezdhettem az egész projektet előről. De már nincs ilyen szerencsére. Igen ám, csak hogy utána, mire megoldódott ez a helyzet, már majdnem a nyár végén voltam, augusztusban, amikor terveztem volna a DOS játékok sorozatot elkezdeni, de nagyon haladnom kellett a versenyezzünk projekttel, hogy kikerülhessen a roncsderbis játék. És hogy a maradék 4 játék még be legyen fejezve, ebből 2 meg is van, ez volt a Ford Racing és a Rally Championship, a másik 2 még titok. Hát igen, nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan el fog telni ez a nyár, az ősz is közeledett, nekem meg újra iskolát kellett választanom. Emellett még munkahelyet is kellett keresnem, de már szerencsére van, és egész jól is megy a meló. Egyébként meg legtöbbször azért vannak ilyen kihagyásaim, mert rengeteget kell agyalnom azon, hogy hogyan is nézzen ki egy videóm, és hogy hogyan is beszéljek benne, mert azért nem szeretnék egy ilyen nagyon összecsapott valamit csinálni. Nem, én szépen türelmesen megvárom, míg eljön az alkalom arra, hogy videót vágjak és hogy videót rakjak fel. Nyilvánvalóan ez hasonlóan működik más youtubernél is, gondolom én, példát most nem fogok mondani. A következő téma, amiről szót ejtenék, az a túlzott önpromózás lenne. Ehhez a témához kapcsolódni fog az én 3 részes Interstate 82 videóm is. Nos, elsősorban csak annyit mondanék erről a 3 videóról, hogy ezeket most egyelőre lementem a gépemre, aztán YouTube-ról véglegesen le fogom törölni őket. De nem kell megijedni, mert kis modifikálással és egybevágással mind a 3 részt egyben fel fogom tölteni újra, mivel elhatároztam, hogy a végigjátszás ezúttal csak az én csatornámon fog szerepelni. Ennek a változásnak az oka pedig az, hogy jó pár hónapja folyamatosan jeleztem mindenkinek egy chatben, hogy ez a tartalom várható hamarosan. No hát persze, ez tényleg így volt, de mikor másodjára kérdezte meg tőlem egy néző, hogy mik a terveim,
és mikor ugyanezt válaszoltam, a tagok már nem igazán tolerálták ezt a dolgot, úgy látszik, túltoltam az önpromózást. Sajnálom, hogy így alakult, de visszacsinálni már nem tudom. Nem kell a feszkó, tovább lépek. Amúgy is kevés az időm, próbálok szelektálni a megjelenéseim közt. Muszáj jól beosztani az időmet, mert munka után járok még esti képzésre és esti tagozatra is. Estére hullafáradt vagyok, de legalább megéri ezt csinálni, szóval járom a magam útját, lesz ami lesz. Ha esetleg videóztok és a terveitekről beszéltek, jól válasszátok meg a fórumot, a gyakoriságot és a stílust, mert a lelkesedés bármilyen jó szándékú is, könnyen válthat ki másokból ellenszenvet, ami akár bannolással is járhat. Szóval, ha már mindenképp önpromózásra adnád a fejed, akkor elég lesz mindössze csak egyszer kiposztolni egy videót, akár egy szerveren is, hogy az emberek lássák. Vagy hozz létre egy saját Discord szervert, akár csak én, építs közönséget magadnak, akikkel nyugodtan megoszthatod a saját tartalmaidat, a saját szabályaitok szerint. Remélem, hogy tetszett a videó, és ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, ha érdekel a csatorna, iratkozzatok fel, ha van kedvetek, írjatok kommenteket, akár a saját tapasztalatokat is megoszthatjátok. Találkozunk hamarosan, addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek, a viszontlátásra!